Madárcsicsergő, szép jó reggelt, napot, estét kívánok mindenkinek, fogjatok egy kávét vagy egy teát, és helyezzétek magatokat kényelembe, mert ma vásárolni fogunk. Nagyon mókás kedvemben vagyok, ugyanis végre egy vásárlós videót csinálhatok, nem minthogyha problémáim lennének a vásárlással, de lehet, hogy nem ez az első ezen a héten. Imádok online vásárolni. Ezt valószínű mindenki tudja már, és nagyon sok videóban el is mondom, viszont a mai napon olyat fogunk csinálni, amit még soha nem csináltam. Ugyanis ma az első 5 terméket fogjuk megvenni, amit az Instán hirdetésben látok. Az Insta algoritmusa és a hirdetések algoritmusa arra van beállítva, hogy kövesse azt, hogy te milyen oldalakat nézel, miket lájkolsz, mik tetszenek neked, és olyan hirdetéseket ajánljon fel neked. Vannak emberek, akiknek az a munkájuk, hogy azt kövessék, hogy az emberek mikre kattintanak, mi érdekli őket, és nekik megfelelő hirdetéseket ajánljanak ki. A mai videóban ki fog derülni, hogy ez nálam mennyire működik, és valóban olyan termékeket látok-e, amik tetszenek. Az első 5-öt meg fogjuk venni, legyen az akármi. Úgyhogy megragadom a telefonomat, elindítom a képernyő felvételt, és kezdjük el a vásárlást. Lépjünk is be az Instára. Ráfissítek, kezdjünk görgetni. Mit tippeltek? Mi lesz az első? Ruha? Smink? Oh, ne! Ilyen leggings van rajtam, most rendelnem kell még egyet. Oh. 7000 forintért booty leggings. Vásároljon most. Én másik színt szeretnék, nem feketét. Mekkorát rendeljek vajon? Maradjak az MS-nél. Maradok az MS-nél. Első termék kész! Na, mi lesz a másik? Mi lesz a másik? Hú, ez nagyon izgi. Általában tele van az Insta hirdetésem. Most, amikor szükségem lenne egyre, akkor nincs. Ooh, what's this? Keosport. Nem hallottam még soha. Let me see. Tippeljünk egy árat. 15, mondjuk. 17,980. Micsoda? Érez ennyit? Sose tudjuk meg. Kosárba teszem. Egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy határozottan olyan dolgokat dob ki, amiket szeretek, érdekel, tetszik, úgyhogy eddig legalább ez ellen nincsen ellenvetésem. Menjünk tovább. Túl sok fitness tartalmat nézek vajon mostanában, ezért dob be nekem ennyi aktívert? 3 napja? Miért mutat nekem olyan dolgokat, amit 3 napja rendeltem? Ooh, what's this? Ooh, what's this? Telefontok? Burga. $30. Ooh, szép! Vegyél 2-t és kapsz 2-t ingyen? Ezek szépek! Ez nagyon tetszik, szeretnénk egy ilyet. És ez is szép. Egy márványos, vagy legyen ez a szép. Oké, és nézzük akkor. Ring holder. Nagyon kellene egy olyan. You've unlocked free shipping. Yay! Na nézzük, hogy ez AI-e vagy nem AI. Yeah! Wow! Na így ez nagyon jó deal. Yes! Imádom ezt a hangot. Szuper! Következő. Már csak 2. Remélem, hogy nem kapunk valami 100 000-es ajánlatot. Come on! Most rendeltem innen. Oh. 9800 forint, akciós gyantacsomag. Ha megérkezik a csomag, akkor Rebekánál gyantaparti jöjjön mindenki, mert annyi gyantám lesz, hogy soha nem gyantázom el. És akkor már csak az utolsó maradt hátra, amit nem bánnék, hogyha valami smink, vagy valami kis szépségápolásos, valami kis cuki-cuki-cuki lenne. Mit szólnátok hozzá? What?
Mi a... Hogy... Micsoda? Nem. Oké, ez az utolsó termékünk, egy kutya dezodor. Ezt is megrendelem, és pár másodperc múlva, amikor megérkeznek a termékek, folytatjuk tovább. A világ leggyorsabb szállítását láthattátok, körülbelül 5 másodperc volt. Valóságban egyébként nagyon gyorsan megjöttek a dolgok. Volt, ami már 3 napra itt volt, és ami a legtovább tartott, az ez itt, ami nem más, mint a telefontokok. Menjünk szerintem szépen sorrendbe, ahogy megérkeztek a dolgok. A leggyorsabb az úgy gondolom, hogy ez a csomag volt itt, ami nem más, mint a gyantakészlet. 3 darab volt a csomagba, viszont nagyon türelmetlen voltam, és az egyiket kipróbáltam, gyantáztam vele, és hands down az egyik legjobb gyanta, amit valaha próbáltam. Viszonylag vékony rétegben sem törik, nagyon sokáig jó. A szó legjobb értelmében, ha gyantáztatok már ilyen gyantával, amit nem papírral kell lehúzni, hanem csak magát a gyantát igazából, végig ragacsos marad, nyúlós, olyan tökéletes állagú, nem tudom elmagyarázni, egy kicsit fel vagyok pörögve a ruhák miatt, úgyhogy lényeg a lényegben, ezt nem bántam meg, szerintem továbbra is fogok tőlük egyébként rendelni, nagyon gyors volt a szállítás, nagyon tetszik maga a termék, tökéletes ajánlás az Instától, ez 10/10, igazából semmi kivetni valóm nincsen ellene. A következő termék az nem más volt, mint az edzős naci, ugyebár ugyanaz a nadrág, ami nekem már 2 darab színben van, a TikTok leggings feketében. Nagyon büdi, nem is tudom mihez tudnám hasonlítani a szagát, de ilyen szúrós, kicsit ecetes, ugyanolyan szerintem 100%-osan, mint az amazonos zöld nadrágom. Ilyen, hogy mutassam, hogy lássátok ti is, ennyire széles a gumi, ami benne van a derekánál, viszont nagyon durván vékony, baromira átlátszó. Nem tudom, hogy ti láttok-e, de én konkrétan látlak titeket, úgyhogy majd megnézzük, hogy mennyire látszik át, de valószínű, hogy baromira. Ezen kívül egyébként a varrások rendben vannak, nem lógnak belőle szálak, nincsen semmi problémája. Ami egy kicsit aggasztó, hogy a zacskón és a rendelésemen MS van, viszont magán a nadrágon LS, aminek annyira nem örülök, főleg, hogyha valóban MS, de lehet, hogy majd jó magas fokozaton bedobjuk a szárítóba, és egy kicsit kicsinyítünk rajta. 90% poliészter, 10% spandex, az teljesen jó kis edzős anyag. Mindjárt megyünk, és fel is próbáljuk. Úgyhogy szerintem menjünk is, és ezt próbáljuk fel. Oh, wow. Most elmondanám, hogyha ez az LS méret, akkor vagy velem van valami baj, vagy a méretezés nagyon nem jó. Kicsit egyébként ez még szűkebb, mint a amazonos, amit egyébként nem bánok, nagyon átlátszó, de itthonra, úgyse lehet most edzőterembe menni sehova, itthonra szerintem full jó. A kis scrunchingolás az amúgy nem kifejezetten látszik szerintem. Nyilván fekete nackón elég nehéz, de nekem nagyon tetszik. Következő csomag, ami megérkezett, az nem volt más, mint Olinak a kis rendelése. Kutya dezodor barack illatban. Ebből most itt muszáj fújnom egyet, de mindjárt kimegyünk, és megnézzük, hogy Olin milyen illata van. Úristen! Nem tudom mihez hasonlítani, de nagyon-nagyon jó illata van. Németországban gyártják egyébként vegán, növényi alapú és újrahasznosított műanyagból készül az üveg, van instájuk is, egyébként tök gyorsan ideért minden probléma nélkül, nedves vagy száraz szőrre. Hagyni kell neki, hogy megszáradjon, és utána ki kell fésülni a szőrt. És egyébként tele van teljesen jó összetevőkkel, olyan dolgok vannak benne, amit az emberek simán az arcukra kennek, úgyhogy perfekt.
Nagyon kíváncsi vagyok, nézzük meg gyorsan, Olin. Itt az ideje, hogy befújjunk parfümmel, ha már mész dolgozni. Itt van a löcs. Tetszik? Most várni kell 5 percet, utána kifésülni, de tekintve, hogy ilyen miniatűr szőre van, nem hiszem, hogy ki fogjuk fésülni. Úgyhogy 5 perc múlva, amikor beérik rajta az illat, jelentkezünk a végeredménnyel. Nagyon jó illata van egyébként, de nem tudom, hogy hogy működne akkor, hogyha egyébként büdi lenne. Mert tegnap lett megfürdetve, és nagyon jó illata van. Mit csinálsz az ujjammal, ne haragudjál meg? Fúj! De most így nagyon jó kis barackos illata van, nem tudom, milyen lenne akkor, hogyha nem tudom, egy hete, két hete nem lett volna megfürdetve, és ilyen jó kutyaszaga lenne. Ezután a következő csomag, ami érkezett, az a Keo Fitness-es szettem, amit őszintén megmondom, hogy pár felismerés is követett, és egy kis összezavarodás is, ugyanis így jött a csomag. Az egyik dobozba, a másik meg csak egy zacskóba van benne. Nem tudom, hogy ennek ebbe kellett volna lennie mind a kettőnek, vagy nem. Teljesen mindegy. Amikor ideért a csomag, és megnéztem a feladót és az adatokat, hogy mi lehet, akkor jöttem rá, hogy ez az Ocella Esternek a márkája igazából, és lehet, hogy nagyon neandervölgyinek tűnök, de én azt se tudtam, hogy ez magyar márka. Úgyhogy nagyon kíváncsian fogom megnézni, főleg, hogy nem mondanám kifejezetten olcsónak. Ez a felső. A színe egyébként nagyon tetszik, nagyon szép a logó is. Belülről egy kicsit ilyen puhább anyag, kívülről pedig egy nagyon masszív, de rugalmas anyag, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi. 80% poliamid, 20% elasztán. Ez a naci, ennek is látjátok, kis booty scruncha van. Hát kíváncsi leszek. A varrás egyébként nagyon szép, ez tényleg nem akar lebomlani sehol, és kifejezetten tetszik, mondom, hogy az anyagnak a belseje az nagyon kellemes. Már csak arra leszek kíváncsi, hogy hogy fog állni. Nem kifejezetten szeretem azokat a nadrágokat, amiknek ennyire vékony a gumia felül, mert valahogy az mindig rossz helyen vág be, úgyhogy menjünk és próbáljuk fel ezt is. Tadám! Hát, mit ne mondjak? Változóak a gondolatok a fejemben, ugyanis elsősorban a felső úgy, ahogy van, tetszik, de lehet, hogy nagyobbat kellett volna vennem belőle, mert nem tudom, látjátok-e, de a varrás, aminek valószínű, hogy a cickom alatt kellene lennie, az nem ott van. Ezen kívül ezzel nincs problémám. A nadrág, ahogy megmondtam nektek, pont annyira vág be, hogy egy nagyon szép kis hurkát csináljon nekem oldalra. Babakék lézervágott bugyi van rajtam, de teljesen átlátszik. Ennek a booty scruncha semmit nem csinál. Az ég egyadt a világon semmit. Nagyon magasan van, úgyhogy És hogyha kicsit feljebb csúszik, akkor még itt is bevágna. Viszont azt azért hozzátenném, hogy nem feszül, és véleményem szerint jelenleg nem vagyok ellesmére. Az anyag nagyon tetszik, a fit és a kinézet nem annyira. És az utolsó csomag, ami egyébként a mai napon érkezett meg, azok a telefontokok lesznek, és ezeket vártam. Szerintem a legjobban ez a burga csomagom. Úristen, ragaszt, hogy ki se bírom bontani. Ez nagyon kis kedves, mindegyik tok külön burgás bársony zacskóban van. Az első... Nézzük is, hogy néz ki a telefonomon. Oh my, wow! Ez nagyon szép. Széleit védi a telefonnak, pár milli egyébként amennyire kilóg, maximum 2, de lehet, hogy annyi se. Felül egyáltalán nem fogja, és alul se, csak két oldalról. Ki van hagyva a lyuk a gomboknak. Ezeket biztosan fogom használni. Az, hogy egyébként mennyit véd a telefonon, telefont mennyire védi, azt nem tudom. Nézzük meg a többit is. Lehet én vagyok hülye, de ezek a tokok, ez egyébként mind a kettő, nem tudom, hogy látszik-e egyáltalán. Ezek a bőrtokok, ami maradjunk annyiba, hogy a weboldalon úgy nézett ki, mintha
tényleg bőrhatású lenne, viszont ahogy látjátok, csillan rajta minden fény, tehát ez is egy teljesen sima műanyag tok. És ez pedig a kagylós hatású. Most így, hogy visszagondolok, szerintem ezeknek nem ilyennek kellene lennie. Nyilván el fogom használni őket, mert messziről egyáltalán nem csúnyák, de nem hiszem, hogy fogok új kört rendelni, őszintén megmondom. Szerintem egyébként összességében mondhatjuk ezt egy sikeres vásárlásnak. Egészen eltalálta az Insta azokat a dolgokat, amik valóban engem érdekelnek. Nem sok kellett volna hozzá, hogy 100%-osan elégedett legyek mindennel. Remélem, hogy nektek tetszett. Kíváncsi vagyok, hogy próbáltátok-e már bármelyik márkát, vagy megkaptátok-e a kedvet ahhoz, hogy kipróbáljátok őket. És ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Ha esetleg szeretnétek, hogy legyen még ilyen rendelős videó, ahol az Insta, Facebook, TikTok reklámok alapján rendelek dolgokat, akkor azt mindenképpen írjátok meg nekem a komment részlegben. Kövessetek Instán is, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok!